Falusi Anett pszichológussal beszélgettünk a téli szorongásról, annak tüneteiről és a tavaszi fáradtságról. Falusi Anett pszichológussal beszélgetünk a téli depresszióról, annak tüneteiről, kezeléséről, és hogy mi is pontosan a tavaszi fáradtság hogyan is, milyen megelőzés, mit tehetünk ezért. Köszöntöm Önt, beszélgessünk akkor pontosan arról, mi is lehet az oka, hogy a téli időszakban hajlamosabbak vagyunk így a depresszióra, és így befele fordulni. A téli időszakban teljesen természetes, hogy kevesebb kedvünk van kimozdulni, rosszabb a hangulatunk időnként, és kevesebb az energiánk vagy a motivációnk. Viszont, hogyha már ez elkezd így állandósulni, és nem is nagyon múlik így, főleg így télen, akkor esetleg beszélhetünk szezonális affektív zavarról, vagy szezonális depresszióról. A szezonális depresszió, az a depresszió egy altípusa, és az évszakokhoz köthető hangulatingadozást jelenti. Megjelenhet a tavaszi-nyári időszakban is, de inkább így az őszi és téli időszakra jellemző. Mi is állhat így a téli depresszió hátterében, mik lehetnek ezek? Ezzel kapcsolatban több elmélet is született. Az egyik ilyen elmélet a napfényhiánnyal hozható összefüggésbe. Ezek szerint ugye, hogy minél kevesebb napfény ér minket, így az alvás-ébrenlét ciklus szabályozó hormon, a melatonin, tehát ennek a termelése felborul, és emiatt nagyobb lesz az alvásigényünk. Egy másik elmélet szerint, mivel ugye későn is hajnalodik, ugye korán sötétedik, emiatt a napi ritmusunk is felborul, és ez is hangulatingadozást okozhat. Egy harmadik elmélet szerint pedig, de ez így összefüggésbe hozza az emberi, az emberek helyzetét az állatok téli álmával. Tehát, hogy így evolúciósan ez maradt meg az emberekben, hogy nem alszunk téli álmot, de hogy ilyenkor elkezdünk így energiát tartalékolni, tápanyagokat felhalmozni, többet enni, és így készülünk föl erre a téli időszakra. Milyen tünetei is lehetnek ennek? Ugye beszéltük ezt a befele fordulást, de gondolom más tünet is van. Igen. Tehát, ahogy említettem, ez a depresszió altípusa, tehát, hogy hasonló tüneteket is produkálunk ilyenkor. Tehát lehet ez mondjuk a rossz kedv, szorongás, koncentrációs zavarok, fáradtság, megnövekedett alvásigény, ugye ez a befordulás, hogy visszahúzódunk a társas helyzetektől, és megnövekedik a cukor és a szénhidrát iránti igényünk, tehát ez súlygyarapodással is járhat, és súlyosabb esetekben öngyilkossági szándék vagy gondolatok jelenhetnek meg. Ennyire erőseket is kihozhat egyébként. Igen, de tényleg ezek már a legsúlyosabb esetek, tehát ez így már a depressziónak is a súlyosabb állapota. Így a téli depresszióban van-e olyan korosztály, vagy vannak-e olyanok, akik veszélyeztetettebbek? Lehetnek itt pontosan, mire is gondolhatunk? A legtöbb kutató szerint a tavasszal és nyáron születettek lehetnek hajlamosabbak, ezek mellett a nők is könnyebben kerülhetnek ilyen téli depresszióba, továbbá még így a bagoly típusok, ugye ezek azok a személyek, akik a délután és az esti órában aktívabbak, tehát ők lehetnek még így hajlamosabbak erre. A tavaszi-nyári születésűek, ez miért egyébként? Igazából ezt nem fejtették ki bővebben, de valószínűleg, tehát ugye a napfényes órákkal lehet ezt is összefüggésbe hozni, ugye, tehát hogy akkor többet vannak a napfényben, tehát lehetséges, hogy ezzel hozhat összefüggésbe, hogy így jobban megviseli őket ez a sötétség, a hideg, és hogy kevesebb napfényes óra van. Tehát lehet, hogy ezt így, minthogyha az ő biológiai órájuk így lenne beállítva. A nőknél pedig gondolom, hogy azért csak érzékenyebbek vagyunk, mint férfiak. Igen, a külső tényezőkre, hogy akkor érzékenyebbek vagyunk, valószínűleg ez emiatt hozható összefüggésbe. Mi is pontosan ez a tavaszi fáradtság, mit értünk ez alatt, mit érdemes tudni róla? A tavaszi fáradtság alatt is hasonló tüneteket produkáltunk, mint a téli depresszióban. Ugye ez egy ilyen átmeneti időszak sok szempontból, ez a télből átmenni a tavaszba. Ez így, tehát feléltük már az energiatartalékainkat, ugye kevesebb vitamint tudunk bevinni így a táplálékkal leginkább. És ugye, amit már említettem, ezt az alvás-ébrenlét ciklus szabályozó hormont, tehát ugye több napfény ér minket, és így a szervezetünk nem tud mit kezdeni ezzel a sok napfényel, meg hogy akkor visszaállítani ezt a hormonszabályozást. Tehát itt érezhetjük, hogy kevesebb energiánk van. Mi
mit tehetünk ennek megelőzés érdekében? Akár a téli depresszióról van szó, akár a tavaszi fáradtságról, mindenképp érdemes ugye rendszeresen mozogni, valamilyen sportot űzni, és a kiegyensúlyozott étrend is nagyon fontos, különös figyelemmel ugye a bevitt vitaminra, leginkább a D3 vitamin bevitelre, ugye a napfény hiánya kapcsolatban. Ugye ezek pozitív hatással lehetnek a hangulatunkra. Másik nagyon fontos még, hogy ez egy kicsit a mozgáshoz is köthető, hogy minél többet legyünk a természetben, a szabadban, és minél több természetes fény érjen minket. Egy másik nagyon fontos még, hogy így a minket feltöltő, kikapcsoló tevékenységet is próbáljunk meg folytatni, tehát valamilyen hobbit, valamilyen szabadidős tevékenységet, lehet ez rajzolás, festés, zenélés, vagy akár kertészkedés. Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél több minőségi időt töltsünk a szeretteinkkel, tehát ahogy már ezt többször is említettem, hajlamosabbak vagyunk ilyenkor befordulni, nem annyira keresni mások társaságát, de ez mindenképp fontos, hogy akkor forduljunk a szeretteink felé, főleg, hogy lehet, hogy ők is hasonló helyzetben vannak, mint mi, és ez is így, hogy közösen próbálunk ezzel a helyzettel megküzdeni, rengeteget segíthet. Egy másik fontos lehetőség még ez, hogy próbáljunk meg így a napi rutintól eltérni valahogyan. Tehát ez lehet valamilyen apróság, hogy másik útvonalon megyünk dolgozni, vagy másik kézzel mosunk fogat, de a lényeg, hogy egy picit így a napi rutinból, meg a megszokott kerékvágásból egy kicsit kitörjünk, vagy akár a komfortzónánkból. Még van egy fontos, amit meg kell említeni. Ez, amit így szoktam mondani, szoktam így a klienseknek is ajánlani, tehát, hogy a befele fordulás az nem feltétlenül kell, hogy negatív dolog legyen, tehát akkor ilyenkor próbáljuk meg befele magunkra fordítani a figyelmünket, ezt lehet akár ilyen relaxációs technikákkal, meditációval, jogával, vagy csak egy nyugtató zene hallgatásával, de a lényeg, hogy próbáljunk egy kicsit így magunkkal törődni, amennyire lehet. És még egy dolog van, amit érdemes lehet ilyenkor csinálni, hálanapló írása. Tehát ezt nem muszáj tényleg naplóként vezetni, de hogy a nap végén összegyűjtsük azokat a kis pozitív élményeket, amikért hálásak vagyunk, mert ilyenkor azért hajlamosabbak vagyunk a negatív dolgokra fókuszálni, és sokat segíthet, hogyha az apró örömöket keressük így az életben. És amit így még szeretnék ezekkel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy ezek inkább így a megelőzés céljából segíthetnek, meg ilyen szempontból lehetnek fontosak. De hogyha már azt vesszük észre magunkon, hogy ezek az említett tünetek állandósultak, vagy nem is akarnak múlni akár így a tél vagy a tavasz végeztével, akkor mindenképp érdemes segítő szakember segítségét kérni. Második Kistelek térségének, téli teremlődurog a bajnokságának döntőinek gól összefoglalóját láthatják.
barlanghangját tekinthetik meg a következőkben. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Áll az mögött, kibújkál, ki az, aki kukucskál, én vagyok az, talán te, nem tudja meg senki sem. Csinnadratta áll a bál, minden gyermek párba áll, nekem most eljutottál, kezdődhet a karnevál. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Vessük a hideget, űzzük el mi a telet, dübörögjünk, dobogjunk, sikítozzunk, táncoljunk. Csupa móka, kacagás, a farsangi mulatás, előzzük mi a telet, kezdődhet a kikelet. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. De a tavasz várat még, farsang időszak van én, a tavaszra várjunk még, kezdődhet az ünnepség. Mulatságok ideje, reng a terem belseje, itt a farsang áll a bál, kezdődhet a karnevál. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom. Bínom, bánom, bínom, bánom, ezt a táncot estig járom, te leszel a táncos párom, ha azt mondom, bínom, bánom.
Kalózkodjam, vagy mégsem postás év, jaj a késem! Minek öltözzek ma be, kutya cica jelmezbe, tűnné király autó, ezen a ma olyan jó! Én vagyok a legjobb, a legjobb! Oh, 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 oh. Én vagyok a legszebb, a legszebb! Ez a jelmez biztuti, tuti, tu, na ez tuti, beindulhat a buli, lili, lili, én vagyok a legjobb, kis cica, elefánt vagy királylány, a zsiráf ma nagy vagány. Jár a lábunk, jaj de jó, lesz ma finom kakaó, fánkok sütik asztalon, óvodában farsang van. Én vagyok a legjobb, a legjobb, oh, 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 oh. Én vagyok a legszebb, a legszebb. Ez a jelmez biztuti, tuti, tu, na ez tuti, beindulhat a buli, a buli. Fejdelem Katolikus Gimnázium és Technikum végzőseinek osztálytáncait tekinthetik meg a következőkben. Kedves közönségünk is, akkor egy könnyedebb részsel folytatjuk műsorunkat. A végzős osztályok
szeretnének önöknek kedveskedni egy nagyon gólókás osztálytánccal. Az első kanyarban fogadják szeretettel a strandhuszárokat, a 12. A-osztály nagyon nagy tapsa. A girl you like, you should see.
nagyon szépen köszönjük a 12. ának, és hát nem kevesebb tapssal kérjük, fogadják nagyon sok szeretettel az igazi boxmeccs hangulatot, jön a 12B! Smoke weed every day.